Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és a 13. résszel folytatjuk a Civilization Let's Play sorozatot, ottól leutóbb bajtuk. Itt most ugye a kutatást kell választani, polgárismereteket kell választani, illetve itt Tegút el kell kezdeni, hát megnövelni, már csak azért is, mert szeretném Tegút majd ilyen ugródeszkának használni, hogy itt az ország, vagy ennek a kontinens, nem tudom, ez kontinensnek számít-e, szerintem igen. Mit mond erre a térkép? Szóval ennek a kontinensnek a belsejébe bevigyük a mi civilizációnkat. Ez itt, de rossz ez a térkép, te jó ég. Oké, ez a Kiméria kontinens, csak itt a Nuna kontinens is itt van, szóval furi. De igen, akkor ez egy kontinens, ez is Kiméria? Ez is Kiméria. Ez nekem kicsit furi, na mindegy, szubkontinens akkor, whatever. Mert itt még én látok például gyémántot, ahova lehet telepedni követ. Tehát ide mondjuk jöhetne még egy város. Itt a belső részét meg kell néznünk, hogy mi van. Itt látom, hogy van már egy város. De megoldjuk. Oké, kutatás. Hát egyikből sincsen még kész. Az Euréka. Azt hiszem, Euréka. Építs két bankot, mintha épülne már bank egyébként valahol, nem? Itt van, hogy hajóépítőüzem, gyár, lehet, hogy ott épül egy bank, az három kör, és kéne egy másik, bár lehet, hogy már valahol máshol van bank, ugye nem nagyon látjuk, hogy különböző városokban milyen épületek vannak, csak így kívülről. Ide bejövök, akkor a kerületek épületeknél, ugye a kereskedő megyedben kell nézni, oda tudnak ezek kerülni. A bankok, csak a bankoknak van azt hiszem valami előfeltétele. És így igazán gyorsan nem lehet megépíteni, hogyha nincsen, hogy az nem teljesült. Nem is nagyon van amúgy kereskedelmi központ, vagy kereskedelmi negyed. Sehol máshol, talán a piac kell a bankokhoz. Úgyhogy valószínűleg a bankok nem lesznek meg, de whatever. Gyarmatosítás. Ez egy katonai, 25 arany, 10 természet és fővárosra eltérő kontinensre lévő városoknak. Nem rossz. Puszkát a tudomány, kultúra, hit és arany minden hűbéres városállamból. Mondjuk ez se nagyon rossz. Halászhajók plusz egy termelés és két követ. Jó, menjünk ezzel. Várj, nem. Bocsi, az építőmérnökséggel megyünk, mert a szabadságszoborra szükségem van, hiszen az ad 4 diplomácia győzelmi pontot. Most már egyre inkább az van, hogy én a diplomácia győzelemre próbálok így ráfeküdni. Vagy a tudományosra, csak az kicsit összetettebb. De it's fine. Jó. Mit lehet itt még? Reneszánsz fal, Kangung városa. Ugye ide majd jön egy építő, ide, meg ide is fog építeni dolgokat. Kereskedelmi negyed az plusz egy. Azt hiszem itt már végigkattingattuk, hogy ezek annyira nem érik meg. Mikor a színháztér az akár jöhet is ide, és ez majd később nagyon hasznos lesz. A színháztér. De mindenképpen, hát kikötő, igen, kikötő kell, de első körben magtár. Érdekes ez, mert valaki mondta még talán stream alatt, hogy a magtárat azt már talán nem is nagyon építik meg az igazán profi playerek, mert úgymond nem ad eleget, vagy nem elég jó. Én nem vagyok sajnos profi player, viszont találkoztunk Vietnámmal, ami tök jó. Oké, itt van ez a három munkás, ennek már meg is van, hogy miket fog építeni. Mondjuk ide nem tudom, hogy fog eljutni, valószínűleg körbe kell jönnie, hiszen a sziklán nem tud kimenni. Úgyhogy megépül először majd a szénbánya, az ad nekem szenet, most plusz 9 szénkörönként, abból teljesen jó vagyok. Ide majd jön egy másik bánya, és majd utána a halászhajó. De most a páncélos gyalogságot kell első körben felfejleszteni. Aztán nem vagyok senkivel háborúban, és tudom, hogy ez ilyen csalódás, szerintem sokótoknak. Fejlesztem fel a muskétásra? Sure! Mert valószínűleg sokkal szórakoztatóbb lenne ez a Let's Play sorozat, hogyha én háborúznék. Valószínűleg nem fog sor kerülni, ezt még most így gondoltam, tisztázzuk, hogy ne legyenek nektek is ilyen olyan reményeitek, ami nem fog megtörténni. Persze már megy 13 rész volt ez az epizód, vagy ez a sorozat, úgyhogy lehet, hogy kicsit későn szólok. De nem nagyon, hogyha nem muszáj, akkor nem nagyon szeretek belemenni háborúskodásokba, vagy hogyha nem olyan típusú embere, vagy olyan típusú vezetővel, civilizáció vagyok, ami kifejezetten tud előnyt faragni azzal, hogy háborúzik. Ezt a részt én nem szeretném befoglalni, ez borzasztóan néz ki. Köszönöm szépen, de nem köszönöm. Jó, közben te... Aludj egyet, vagy hát gyógyulj, érted?
És akkor itt van az, hogy jöhetne elég sok mindent kinét építeni. Az másik is, hogy egy darab citizen van, aki most jelenleg itt dolgozik. Valószínűleg az lenne most a priós, hogy kaja legyen. Úgyhogy kezdjük. Itt ki tud jönni szerencsére a tengerre, nem kell körbe menni. Szóval kezdjük itt azzal, hogy a halat megépítjük, és oda fog átmenni ez a munkás. Vagy az se rossz egyébként, hogyha most itt marad, és akkor a magtár fog elkészülni, mert akkor azonnantól kezdve termeli a plusz kaját. Világkongresszus. Ide megkezdeni a szavazást. A kémek annyira nem érdekelnek, úgyhogy csak legyen egy olyan, hogy ne lehessen mondjuk kormányzót semlegesíteni, azt előszeretettel szokta az AI használni. Ez viszont, ez jó, ez a kiválasztott erőforrás. Melyikből van nekem sok? Mézem talán van sok, úgyhogy az számolódjon, mert duplán legyen szíves. Azt hiszem van sok mézem, hogy most megszavazzuk ezt és nincsen sok mézem, akkor így jártam. Festék. Ja, várj, a festék nem ad komfortot. Oké. Illetve a tech ellopás lett az, amit ami duplán működik. Tűzszekér. Veled mi volt? Ja, te most készültél el, tűzszekér. Én háborúra készültem? Most így... Kezd kicsit gyanús lenni a dolog. Szerintem nem, csak hogy megvédjem magam, hogyha kell. Azért osztanom mondjuk ezt a tűzszekeret is. Na lássuk, átmente itt a munkás. Hát magától nem, de jelentősen több kaja jönne be belőle, hogyha ide átjön, mintha itt van. Ide. Meg hát arany. Amúgy csak két kajával több, itt nagyon sok a termelés. Jó, mégsem, bocsi. Akkor picit most fölöslegesen építettem meg, de jól fog az majd jönni későbbiekben. A régészetet szerintem mi még nem találtuk fel egyébként. Azért fura nekem, hogy itt régészeti múzeumot már most meg lehet építeni. Mármint nem spónoltak le ezek a dolgok. Azt hittem ezek így egyszerre történnek, nem feltétlenül ezek szerint. Na jó, a két kör még a szabadság szoborig. Azt nem is tudom, hogy hova lehet megépíteni. Talán város mellé, tehát mondjuk erre a pontra, de talán síkságra is kell rakni. Úgyhogy valószínűleg nem fog tudni jönni a szabadságszobor. Most akkor építsünk meg vagy egy művészeti múzeumot, vagy egy régészeti múzeumot. De a régészetet picit jobban szeretem. Plusz 3 műtárgyhely, igen. Úgyhogy menjünk is a régészettel. Viszont valahol úgy látom, hogy nincs elég áram. Erre nézzünk már erre az overlay-re. Kvangzhouban nincs elég áram, de az az első hely, ami egyáltalán már használ áramot. Na most nem Kvangzhouban érdemes megépíteni szerintem az erőművet, hanem mondjuk Kangungban. Mert az ellátja ugye egy bizonyos körben az összes várost. Úgyhogy Kvangzhouban nem ezt fogjuk építeni, hanem... hát igen, ide most... Mik a lehetőségek? Mondjuk Oxford Egyetem, plusz 20% tudomány, két véletlenszerű technológia. Egyetem ennek ez a kampusz között mellé, vagy rét, vagy síkság, tehát akkor igazából olyan helyekre jöhet, ami már be van építve. Az annyira nem adja. Táborhely? Nem. Hát a kereskedelmi negyed, vagy színháztér. Csak ezeknek nincsenek jó számaik, nincsenek jó pluszos számok. Nagyjából mindegy, hogy melyik lehetne. Ami még ugye opció, Casa de Contractasi whatever. Három kormányzó, hogy címének hozzáválni, nem az előadat lévő állásra, tényleg kell építeni, tehát ez például meg mondjuk jöhetne ide. Ott van a festék, szóval ez a festék most elvileg nem működik, remek. Egy Joker politikai kártyahely, a tiltott város. Na ez legalább jöhet olyan helyre, amit nem sajnálok beépíteni. Úgyhogy az megy oda. A kereskedelmi negyedet ajánlatja nekem. Ugye ezt már megbeszéltük, hogy ezt nem igazán tudjuk olyan helyre lerakni, ahol ez jól érvényesül, mert csak sivatagba tudnám, és sivatagban meg nem érdemes lerakni, mert akkor elveszítünk más bónuszt, ami innen származik, viszont ilyen negyed az jöhet végül is. Kongju. Az a kérdés, hogy Kongjuban mi van most? Most van egy táborhely, egy szenthely és egy szovon, tehát ez inkább ilyen tudományos fajta város. Szenthely imádságok, kampusz támogatás, híres tudós pontok. Hogy állunk most a híres tudósokból? Mindjárt megtalálom, hogy hol vannak ezek a dolgok. Híres ember, oké. Híres mérnök az nagyon közel van, gyakorlatilag a következő körben vagy azután.
azt tudjuk is majd használni a tiltott város felépítéséhez. Híres kereskedő, híres tudós, ugye az az, ami érdekel. Nagy a verseny a híres tudósért, aki Albert Einstein lesz. Plusz 4 tudomány a kutatólaboratóriumoknak. Sajnos azt már nem igazán tudjuk használni. Úgyhogy az sem az, ami szerintem meg érdemes építeni. Szenkor Egyetem. Ez ilyen kereskedelmi utas dolog. Oké, akkor ez sem. Hát csak itt az lesz, hogy ipari zóna. Kikötőt én azért őszintén leszek, ide nem építenék. Szerintem az kicsit ilyen elég vicces, de közben persze ad mindenfajta dolgot, tehát nem rossz. Ha már tudunk kikötőt építeni, akkor akár még érdemes is lehet. Én most mennék itt egy ipari zónával. 30 körig 13 arany és nyitott határok, cserébe salétrom és méz. Nyitott határok nem kell. Én nem adnék ezt sem. 30 körig 2 arany. Aha. Hát jó, akkor legyen ez, nem biztos, hogy pont ezzel akar távozni, de ezzel fog távozni, szóval. Ez van. Majd ide amúgy, hogyha meg lesz a második pop itt Teguban, akkor lehozok egy telepest, aki be tud ide jönni és tud várost építeni, viszont azon gondolkozom, hogy addig meg lehetne ide venni, ugye pénzből akarom a telepest is venni, de lehetne ide venni valami felderítő egységet, ami addig meg tudja nézni, hogy mi merre hány méter, meg hogy így értitek. Mizu. Utolsó építő, de megépítem a bányát a szovon mellé, és ez ad majd neki pluszt, majd ide kell még egy farmot építeni, és akkor lesz teljes a dolog. Jó. 11 kör kell a növekedéshez, az nagyon sok még. Mondjuk a magtárat pénzből is megvettem volna, ez tény. Most már nem érdemes, most már beleöltük majdnem a felét a termelésnek. Hát vehetünk egy emlékművet, vagy akkor nézzük meg, hogy milyen felderítő egység van. A cserkész az például egy felderítő egység. Elég drága, borsos ára van, de szerintem nem az, hogy megéri, de ezen a ponton akár meg is érheti. És akkor ezt a munkást egyelőre nem használom semmire, mert nem látom még, hogy melyik ezek közül a három közül az, amelyiket majd ki kell építenem. Mi a helyzet? Mennyi csapat? Haha, mindenhol ott vannak. Köszönöm. Igen, sok katonám van. Amúgy elvileg sok katonám van. Ha megnézzük itt a világranglistát, akkor az uralmi győzelemben a második vagyok. Nem tudom, hogy ez hogy jön ki. 418 katonai erő, neki meg 300 valamennyi. 366, de akkor ezek szerint ezt máshogy számolják. Gőz technológia, megvan a szabadságszobor. És olyan a kiképzett építők plusz 2 építési extrát kapnak. Ez annyira nem fontos, most jelenleg legalábbis. Szabadságszobor az nagyon fontos, és a termelési bónusz minden csoda építéséhez. Az a kérdés, hogy ezt oda tudjuk-e rakni valahova, ahonnan nem hiányzik. A jokerek jöhetnek szóba. Hát esetleg a színháztér bónusz, vagy a kultúratudomány, nem, a színháztér bónusz. Inkább azt cseréljük le erre a felhőkarcoló politikára. Többi az maradhat. Akkor a cserkész az pedig ugye az lesz a cél, hogy felfedezzük ezt a részt, vagy megnézzük, hogy itt mi található. Valószínűleg ide majd azért a part csak a szakaszra enged város lerakni, de beljebb semmiképpen sem, mert ott már van egy ilyen városszerűség. Meg is lett a híres mérnök, amiről szó volt. Úgyhogy őt lehet küldeni majd vagy a tiltott várost építeni, vagy pedig az Eiffel-tornyot, nem Eiffel-torony, Eiffel-tornyot mondtam, szabadságszobor. Viszont a szabadságszobor, akkor az, bocs, rosszul mondtam. Tehát ide azért nem jött a szabadságszobor, mert az tenger partra kell talán építeni, sőt, tengerbe kell építeni, ha minden igaz. Na jó, oké. Például te meg tudnád építeni a szabadságszobrot, 30 kör alatt meg tudná. Ez nem magzik annyira rosszul. 4 dipló győzelem, 100% hűség. 30 kör, ráadásul fel is gyorsítjuk. Azt szerintem egy jó biznisz. Itt dolgoznak egyébként? Aha, dolgoznak popok, de az át tud menni oda dolgozni. Tehát tök mindegy, ide jött a szabadságszobor. Átment oda dolgozni a pop? Igen, jó. Filippo Brunelleschi. Őt küldöm ugye a szabadságszobrot megépíteni. Kormányzó, az biztos, hogy szükségem lesz egy kormányzóra.
a túloldalt. És ez legyen a Victor. A, itt. Nem nagyon fenyegeti Tegut azt, hogy ők el akarnak szakadni, de az a biztos, hogy ez így eszükbe sem jut, meg fel sem merül, hogy de jó lenne már önállónak lenni. Vagy becsatlakozni valóban máshova. Általában be szoktak csatlakozni. Megkötetett a béke Kleopátra és Pedro között. Ugye itt van Kleopátra. Nem tudom, hogy Pedro meg itt éjszakra, nem tudom, hogy ennek mi lett a vége. Hogy most akkor ki nyert, meg ki vesztett. Annak örülünk, hogy béke van, mert milyen békepártiak vagyunk. Jó. Lehet, hogy a kereskedelmi utam valamiért. És akkor jött a gőzenergia, ami a vasutat is magával hozza. Tehát itt most már el kell kezdenem majd kiképezni mérnököket, mert ők tudnak vasutat építeni. Például te mennyi időt csinálnál egy mérnököt? Semennyi. Ó, várj, valami kell, hogy mérnököt. Talán gyár, vagy műhely? Valami kell ahhoz, hogy mérnököt le tudjak hozni. Hát akkor addig viszont... bank, kivilágító torony, kereskedő, emlékmű, az plusz egy kultúra. És akkor gyorsabban be tudnánk hozni ezt, a szenet. Jó, legyen egy emlékmű. A követek, ó, a követek elérzés az mindig pain in the ass. Két követem van, tehát mondjuk Bolognát be tudnám húzni. Az épületre rendelkezők előtt egy plusz egy híres ember pontot adnak. Ez mondjuk fantasztikusan hangzik. És ő hűbéresem is lett, a plusz kettő, vagy illetve a hűbér ura. Igen, illetve a hűbéresem, és plusz kettő korszakpont is járt. 127 korszakpontra van szükségem, hogy elkerüljem a sötét kort, most 113 van meg. Szerintem ez még egy jó szám. Nincs elég lakóhely te Johnban. Mennyire nincs? 10/11? Ó, hát figyelj, az még... lehetne rosszabb is, lehetne sokkal rosszabb is szerintem. Ettől függetlenül, hogyha oda jutunk, akkor majd ott edzsobban kell építeni dolgokat. Most viszont a szabadságszoborral kell haladni. Úgyhogy aktiváljuk először a híres embert. Ez már is begyorsította. 19 kör, így már csak. Még egyszer be fogjuk tudni gyorsítani. Tehát akkor nem tudom, 9 kör marad valahogy így. Ha jól láttam, akkor 10 körrel. Vagy valahogy így. 30 körrel indult, 29. Tehát valahol annyival 10 körrel gyorsítja meg minden egyes action idején. Itt amúgy, amit itt felfedeztünk, ott az látszik, hogy vannak tök jó dolgok, mondjuk ide jönne egy város. Remélem ide jöhet egy város. Szerintem ide már jöhet egy város erre a csempére. Akkor neki a vashoz is hozzáférése lesz. Jep, 10 kör. Oké, 10 kör maradt. És akkor híres kereskedő, őt mindjárt megnézzük. Tehát be akarom fejezni a gondolatot. Vashoz hozzáférés jó, de ott lesz a gyémánt, ott lesz a kő, és ott lesz majd a másik gyémánt is. Ez elég király lesz. Híres kereskedő Raja Todar Mal. A kereskedelmi útvonalaid saját városaidban 0.5 aranyat biztosítanak a célvárosban lévő minden kerület után ad egy követet. Remek. Remek. Ő egy fantasztikus harcnak tűnik. Kangungban azt hiszem, hogy fal készült el? Nem, a színháztér. Bocs. A színháztér, úgyhogy oda már le is pattintunk egy amfiteátrumot. És akkor Raja Todar Mal. Todar Mal. Valahogy így. Őt pedig beaktiválom ide. Ő tudna mást is csinálni. De most úgy látom, hogy erre nincsen lehetőség. Vagy csak egy olyan játék ez, ahol ez nem opció. Ezek a különböző... hát ilyen luxus cikkeknek a felhalmo... De ott van, ott van. Gipsz iparág. Igen, iparág a kiépítése. De akkor ezek szerint... hát lehet, hogy ki lehetett volna vele építeni egyébként egy iparágat. Na, majd legközelebb. Most ez értékes volt. Mi történt? Információt loptak a technológiánkról. Ó, milyen meglepő. Kellene kémeket vennem, mert ez így nem élet. Valószínűleg állandóan lopnak tőlem. Ármák található itt, neki anya küldetése, hogy városiasodás polgári ismeret fejlesztését be kéne gyorsítanunk. Ármák egyébként ad... építőit képesek kolostor fejlesztést létrehozni. Ez tök jó hangzik. Az más kérdés, hogy még kell egy követ ahhoz, hogy ezt ténylegesen tudjuk használni, de ezt én szeretném kipróbálni, hogy az hogy néz ki ez a kolostor fejlesztés. Nem nagyon találkoztam még azt hiszem ezzel. Hogy áll a győzelem?
Ambiorix megelőzött a diplomáciai pontok tekintetében, de ez nem gond, mert hogy nekem most 4 van, nem sokára szerzek még 4-et, azzal, hogyha elkészül itt a szabadságszobor, remélem elkészül, mert ugye van rá esély, hogy más is építi, de ez nagyon fontos lenne a szabadságszobor, azért is a szabadságszobrot gyorsítottam be, nem pedig a tiltott várost. Ide amúgy még elfér egy másik város is, mondjuk ide, valahova. Jó. Tűzde, reneszánsz fal, csodák azok annyira nem. Nem tetszenek most nekem innen. Például itt tudunk vagy tudunk képezni mérnököt? Vagy a mérnök az majd a gőzenergiával jön? Szerintem már tudnunk kéne képezni mérnököt. Gyár. Híres mérnök pont. Plusz 3 termelés. Nem írja, hogy... Na, akkor viszont rá kell keresnem, mert ez így nem lesz jó, hogy én itt találgatok, hogy mi történik. Tehát mérnök. Nem. Ez nem az, amit én keresek. Katonai mérnök. Jézusom, nem tudom. Egységtípus, az biztos. És akkor ez egy polgári egység. Inquisitor, régész, parancsnok, természettudós. Jó, hát ezt most meg kell keresni. Hadmérnök. Így hívják ezt, ami nekem kell. És akkor a fegyverraktár. Ó, a fegyverraktár kell ahhoz, hogy megépítessük. Tehát az csak Kongcsúban lesz valószínűleg. Ráadásul azt hiszem, hogy a képzéshez nem is tudunk használni pénzt. Tehát ott rendesen productionből kell kiképezni. Kongcsú, pont most gondoltam rád. Ott is van hadmérnök, és nem, tévedtem, meg lehet venni pénzből. Úgyhogy én őt meg is veszem, hogy a következő körben el tudjon kezdeni azonnal építeni vasutat, és akkor szépen lesz egy jó vasút hálózatunk. Ezen túl pedig ide jöhet egy műhely. Jó. Na itt, hát itt most a termelés befejeződött, és 3 kör van a népesség növekedéshez. Kikötőt azt ugye ide lenne erre a parszakaszra érdemes építeni, nem erre. Márpedig most csak erre tudnánk, vagy pedig rá egyenesen arra az erőforrásra. Ez nem hangzik túl jól. Úgyhogy most hát Sovon nem a legjobb hely amúgy ez egy városnak, azt be kell látni. Sovon az jöhet végül is, akár jöhetne ide is, vagy oda. Csak akkor körbe kell, nem biztos, hogy körbe tudjuk venni az, amivel amúgy kéne. Én még kicsit várnék így a határnövekedéssel, és ebben mondjuk pont egy emlékmű fog segíteni, hogy a határnövekedés az rendben legyen. Mármint, hogy növekedjen a határ, és ezzel ki tudjunk majd harapni szeleteket, és oda építeni fantasztikus dolgokat. Meg is van a gőzenergia. Ez amúgy a Panama csatornát is megadta. Na, hadmérnök úr, akkor vasút. Sajnos ezt nem lehet, ugye egy vasút építése egy vas, egy szén, de ezekből van bőven. Sajnos ezt nem lehet megcsinálni, hogy kijelölöm, hogy akkor odaépíts Szöulba egy vasútot, úgyhogy most végig kell mindig kattingatnom. Nem tudom, hogy ez pontosan miért így van, de ez pontosan így van, szóval ez van. Te John, ide nekem kéne egy építő. Mert a banán erőforrást az... Ja, a banán az ki van építve. Akkor a többi erőforrás miatt. Bár jobban belegondolva annyira nem fontos. Majd telepest kell venni. Ebből meg egyetemet, az viszont nem egy rossz biznisz. Hogyha ráköltjük, elköltjük a hitpontokat, és úgy látom, hogy most csak arra lehet, hogy itt egyetemet építünk, Dejonban. Ez teljesen jó. Jó, újabb tudomány, újabb technológia kell. Repülés, minden olyan fejlesztés, turizmus, tudom, amelyik kultúrát termel. Tehát gyakorlatilag megnyitjuk a turizmust ezzel. Ez jó hangzik. Mindig is szerettem volna kicsit megnyitni a turizmust. Addig nem tudunk venni újabb... Tehát ugye felmerül a kérdés, hogy melyik érdemesebb. Itt venni pénzből Teguban egy telepest, és akkor ott Tegu elveszít egy popot, vagy pedig... Hol? Itt Kwangju-ban venni pénzből és átküldeni. És lehet, hogy utóbbi fog nyerni. Mert annyira lassan fejlődik az a terület, hogy... én nem feltétlenül mondanám azt, hogy ott nagyon sokat szeretnék
felhasználni a popot ilyesmire, akkor már inkább ide vegyük meg innen a telepest 1280 aranyért, és akkor egyszerűen csak átküldöm, azaz egyszerűen csak átküldöm, az nem tudom, 10x kör lesz, de amint átér, akkor igazából minden jobb lesz egy kicsit. Színháztér, vagy kereskedelmi negyed, ugye az egyik fér ide, kettőből. A kereskedelmi negyed jöhetne oda, csak az akkor le kell onnan szedni az őserdőt. Az meg még odébb van, hogy azt le tudjuk szedni, úgyhogy akkor inkább egy színházteret. És majd valamikor veszek itt egy építőt, aki leszedi onnan az őserdőt, és akkor igazából rendben lesz. Időjött a világító torony fejlesztés. Csongzsunak még 6 kör kell, hogy behúzza ezt a szén területet, vagy szénnel rendelkező területet. De úgy sincsen most igazából azon a részen nekem munkásom, aki ezt igazán ki tudná használni. Tejcsón kap, vagy épít egy kereskedőt. Az elég fontos lesz. És ezek háborúznak egymással? Vagy mi? Vagy most megy hazafelé, mert ugye ott háborúztak. Egyiptom ellen háborúzott. Lehet, hogy most megy hazafelé a brazil hadsereg. Próbáljuk megfigyelni a mozgásukat, hogyha nem piszkálnak minket az észak-amerikai benszülöttek. Hát nekem úgy tűnik, hogy igen, végül is alapvetően. Remélem, hogy hazafelé tartanak, nem pedig felém. Ugye elvileg engem mindenki szeret, ez amúgy nagyon ritka. Nekem nem szoktak szeretni, se a játékban, se a valóságban, de most úgy tűnik, hogy engem most igazán mindenki szeret, ami remek hír. Na, jó esik. Hogy menjen ez? Hát gondolom kövessük a sima utat. És akkor azt építsük át. Mennyi idő még ez átér, a telepes? De legalább látjuk azt, hogy hova lehet várost rakni. Igen, tehát azt mondja, hogy ide akár rakhatnánk is várost, csak akkor nem lesz vize. Annyira nem lesz vize egyébként, hogy szerintem még friss vize, ivóvize, hogy szerintem még az se akvaduktot se tudunk lerakni bárhova. Itt, ha ide raknám, akkor le tudnám. Hegyekből tud jönni akvadukt. Vagy akkor rakunk ide egy várost, meg oda. Ez is megoldás. Nekem nyilván ez tetszene, mert alapból vagy ez. Bár hogyha ide rakom a várost, vagy ide, akkor elvileg tudunk hozni akvaduktal vizet a tengerből, nem? Az is lehet, hogy ahhoz viszont nem jó a tenger. Sőt, minél több gondolkodom rajta, annál valószínűbb, hogy nem jó a tenger. Hanem tó, vagy... A másik, ami még elképzelhető, meg ami szóba jöhet a tó mellett, az a hegy. Ezekre a helyekről tudunk valószínűleg behúzni csak ivóvizet. Armagot közben behúzzuk, hogy kolostorokat tudjunk építeni. És csak plusz 2 korszakpontért természetesen. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni. És Vilnius lesz még a következő, akiből jó lehet farmolni a korszakpontokat. És a titkor szerintem abszolút el fogjuk kerülni most. Az más kérdés, az aranykor azért picit messzinek tűnik, de a sötétkor az nem lesz probléma. Viszont, ennyi volt ez a mai rész, köszönöm szépen a figyelmet. Szerintem szépen elkezdtük itt belakni ezt az új kontinenst, hogy hogyan megy ez a jövőben, az kiderül a következő epizódokból. Sziasztok!